Nagy szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, ez itt a Csendes Percek, én pedig Csóka Dávid vagyok, és egy nagyon érdekes történetet hoztam erre a napra gondolkodni. Jézusnak a legelső csodája, a legelső dolog, ami történt, ami csodaszáma ment, az egy mennyegzőn történt. Egy mennyegzőn Kánában. Azt írja a Biblia, hogy Jézusnak az egész családja, sőt még a tanítványai is hivatalosak voltak erre a mennyegzőre. Aztán egyszer csak a mennyegző közepén, ami valószínűleg egy hosszú dolog volt a Közel-Keleten, tudják, hogy hogy kell lakodalmat csinálni, egyszer csak elfogyott a bor. Elfogyott a bor, és mivel Jézusnak az anyja Mária is valószínűleg benne volt ennek az egész mennyegzőnek a felkészítésében, oda ment a fiához, és azt mondta neki, hogy kezdjen ezzel a helyzettel valamit. Hogy ezt a szégyent, ha úgy tetszik, távolítsuk el a fiatal párnak az életéről, hiszen valószínűleg életük végéig hallgatták volna, hogy mi történt az ő esküvőjükön. Egy nagyon érdekes beszélgetésben Jézus azt mondja, hogy még nem jött el az ő órája. Mária pedig, bízva benne, hogy a fia ezt nem fogja engedni, egyszerűen csak odafordult a szolgákhoz, hogy tegyenek meg mindent, amit mond. És Jézus ekkor azt mondta, odafordult pár tisztálkodási kővödörhöz, a szertartásos zsidó tisztálkodási vödörhöz, és azt mondta a szolgáknak, hogy töltsétek meg a vedreket vízzel. Megtöltötték őket, színültik. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek a násznagynak. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Egy nagyon-nagyon érdekes történet bontakozik itt ki, hiszen elfogyott a bor. És Jézusnak az első csodája egy nagyon érdekes módon történik meg. Igazából nem írja a Biblia számunkra azt, hogy a bor még a vödrökben megjelent volna. Csak arról olvasunk, hogy valahol útközben, mire a násznagyhoz elérkezett ez a víz a vödörből és a kancsóból, addig valahogyan borrá változott. Nem tudok nem gondolkodni azon, hogy ennek a folyamata mennyire kihívás elé helyezte a szolgálókat is. Hiszen itt van valami távoli rokon, aki egyszer csak azt mondta, hogy vízzel töltsük meg ezeket a vedreket, mert elfogyott a bor. Ez különösebben nem könnyen értelmezhető parancs, ha úgy tetszik. Aztán pedig bele kell meríteni ebbe a vízbe egy kancsóval, és azt a kancsó lehetséges, hogy még teljesen víznek látszó folyadékot oda kell vinni egy lakodalom közepén a násznagynak, hogy megkóstolja. Képzelem magamban, ahogy ez a szolgáló vitte remegő kézzel a valószínűleg még víznek látszó folyadékot kitölteni, megpróbálni, hogy mennyire jó bor lesz ebből. Gyakran ilyen az életünk. Gyakran Isten mond nekünk dolgokat. Jézus indít minket dolgokra, amiknek nincs különösebb értelme a pillanatban. Nem mindig látjuk előre, hogy hol fog megtörténni a csoda. Valahol ebben a történetben útközben, miközben a szolgálók is valamilyen szinten kockázatot vállaltak, hogy Jézussal tovább menjenek ebben a narratívában, valahol útközben megtörtént a csoda. És a történetből az jön ki számomra, hogy sokkal valószínűbb, hogy a víz akkor változott borrá, amikor a szolgálók kezében volt, mint sem, hogy előtte. Emlékszek annak idején, amikor nagy terveink, nagy céljaink voltak, és szerettünk volna kijutni tanulni külföldre, Ausztráliába, akkor Isten arra indított minket, hogy bár nincs elég pénzünk, nincsenek megfelelő papírjaink hozzá, mégiscsak tegyük egyik lábunkat a másik után. És lehet, hogy nem látjuk, hogy ez hova fog vezetni, lehet, hogy úgy tűnik, hogy bármikor lecsaphatja valaki, vagy ránk szólhatnak, vagy kiderülhet, hogy nincs meg a feltételnek megfelelő dolog nálunk, mégiscsak tettük egyik lábunkat a másik után. És képzeljétek el, megvásároltuk a repjegyeket is úgy, hogy még a vízumot sem kaptuk meg. És gyakorlatilag már a repülőn ültünk, amikor megérkezett az ausztrál vízum, amivel beléphettünk az országba. Isten nagyon gyakran a csodát rajtunk keresztül velünk együtt akarja létrehozni. És van, hogy nem tudjuk, hogy mit akar csinálni. Szállóigéjé vált köztem is a feleségem között, hogy Isten tudja, hogy mit csinál, akkor is, ha én nem. És gyakran elég csak engedelmesnek lenni. Oda menni ahhoz a személynek, imádkozni érte, hozzászólni, megtenni a lépéseket, valamilyen szinten kockázatot vállalni, és fogni azt a
kancsó vizet, amire Jézus azt mondta nekünk, hogy vigyük oda, menjünk vele tovább, vigyük oda a násznagynak, akkor is, ha még nem történt meg a csoda, csak induljunk el vele, és figyeljük, ahogy a folyamatban Isten dolgozik, és valami fantasztikus dolog lesz a végeredménye.